Sziasztok! Ma is a Damodara Ashtakával fogjuk kezdeni. Ugye most Kartik hónap van a jóga filozófia szerint, és ilyenkor az istenek elmennek aludni, ezért egy szép dalt szoktunk énekelni, meg egy gyertyát szoktunk nyújtani. A mai gyertyát azt ide tettem, hogy lássátok, hogy van, és nem is szaporítom a szót. Elkezdjük a nótát. Sehidatta Bodhukacchalatimana
Thank you.
kifejezés volt. Tegnapi témát szeretném ma folytatni. Köszönöm, hogy velem tartotok élőbe. Van, aki nem tart velem élőbe, hanem majd megnézi, de hát minden nap nem lehet az Ádi TV-t nézni, nem? Közel teszem egy kicsit a kamerát, hogy jobban lássam, hogy mi történik. Kitartás testvér. Köszönöm, Gergő. Kitartok. Elhelyezkedek itt ilyen kényelmesbe én is. Ki az, aki látta a tegnapi videót, az be tudjátok kommentelni, hogy így, és itt vagyunk egy páran, és akkor, hogy lássam, hogy folytathatom ezt a témát, vagy kell egy kicsit kiegészíteni. Szia, Erik! Erik is itt van. Most látom a kommenteket, úgy van beállítva. Mert úgy nem mindig látni, nem olyan egyszerű ez az élő közvetítés dolog. Mi már 4 évvel ezelőtt közvetítettem élőbe az edzéseket. Föl is voltak venni. Eszter is látta, jó van. És ugye a kasztok háborújáról beszélgettünk tegnap, ami egy nagy tanítás volt. Nagyon köszönöm, egy csomóan kifejeztétek, hogy de jó, hogy ezt mondtad, meg de jó volt hallgatni. És hát nekem meg jól esik, amikor így kifejezitek, vagy hozzászóltok, vagy megosztjátok ezt a videót, mert azt érzem, hogy értékes, amit mondok. Aztán persze olyanok is vannak, akik meghallgatják, utána meg pénzére adják az információt, amit adunk. Nem kérek érte semmi pénzt, ezt így ingyen adom. Természetesen, ha adományjal szeretnétek támogatni, akkor majd lesz a linkben egy számlaszám, amire küldhettek adományt a jurtára, ugye az Isten sátor, az Ősten sátora, hiszen ősi hagyomány szerint, ahogy az összes régi írásban van, oltárt építenék, és Isten sátrat emelnék, hogy egy olyan helyet hozzak létre, ahova bármikor jöhet bárki, ugye én. Hát elég szertágazó a munkaköröm, általában segíteni szoktam embereknek, és nagyon sokszor, szia Tamás, Angliából vagy honnan? Tehát, hogy a szerteágazó munkám az hát arról szólt általában, hogy embereknek kell segíteni dolgokban, valamit beszélgetéssel kell megoldani, valamit terápiával, mozgásterápiával, jógaterápiával. Ugye alapítottam egy jógarendszert, az endoin.com, az endoin gerincterápiás és tartásjavító jógát, ami arról szól tulajdonképpen, hogy az összes ízületedet, mindent át tudjál mozgatni, hiszen a jelenlegi rendszernek ez nem az érdeke. Ugye most a kasztok háborújáról fogunk beszélni ma is, ami arról szólt, csak egy dióhébe átismétlem, a Skócia, ez az Tomikám Skóciával, Isten hozott Skóciából. És tehát a kasztok háború, egy dióhébe átismétlem, amit mondtam tegnap, ugye, ami arról szólt, hogy ugye van 4 kaszt, munkás, kereskedő, harcos és a tanító, és hogy ugye tanítóból van 1, harcosból 4, kereskedőből 16 és 64 darab munkás van, és 85 ember az így áll össze. És hát tulajdonképpen a felső 3 kaszt az az értelmiség, csak ugye, hogy megcserélődtek a szerepek. És pont abban a korszakban születtünk meg, amikor a sorrend föl volt cserélve, vagyis a munkások irányítottak, a kereskedők voltak alattuk, aztán a harcosok, aztán a tanítók, tehát a tudás volt a legutolsó dolog, amire szüksége volt az embereknek. És a kasztok háborújában odáig jutottunk el, hogy hát most egy ilyen kasztváltás, vagy egy irányítás, egy rendszerváltás tulajdonképpen kéne, hogy következzen. Ugye, amíg kommunizmusban születtünk, vagy szocializmusban egyesek szerint, mert írtak páron, hogy ez olyan sem az. És a kereskedők pedig újra átvették most a hatalmat, és most kapitalizmus van megint. De mivel ők képzetlen kereskedők, hiszen több száz éve nem azt a tudást kapják meg, amire szükségük van, hiszen a tanítók elveszítették a kontaktot Istennel, így amit tanítottak, az is egy istentelen tudás lett. Így egy teljesen más jellegű világban létezünk, mint amiben létezni kéne, és hogy hogyan lehet létrehozni az aranykort, amiben most éppen vagyunk, vagy aminek a hajnalán létezünk.
Arról fogok egy kicsit beszélni nektek. Ugye a tegnapi részben elmeséltem, hogy a kereskedők, mivel most már nem nagyon istenesek, elég sok a tudatlanság, ugye tamagúna, úgy hívják ezt, az ő életükben, így leginkább félelemmel és rettegéssel tartanak bennünket kordában, hogy fél, ettől fél, attól, minden nap a médiában ez megy, fél a koronavírustól, fél a rendőröktől, fél. És ez a félelem, ez a magyar nyelven ez nagyon szépen benne van, ugye magyarul is elemek vannak, és ezek az elemek, ezek tulajdonképpen, amit most elmondok, ez az ős jóga filozófia, hogy létezik a szerelem, a kényelem, a türelem, az élelem, a védelem, és amikor azt érezzük, hogy, vagy azt hisszük, hogy ezekből kevés lesz nekünk, akkor jön a félelem. Ugye nem lesz elég kényelmes, és félelem lesz bennem, hogy nem lesz elég kényelmes, vagy nem lesz elég élelem, vagy nem lesz elég védelem, vagy nem lesz elég szerelem, vagy nem lesz elég türelem. És ilyenkor jön a félelem, és amikor az ember a félelemben van, akkor elkezdi elveszíteni az egészségét. Tehát tulajdonképpen ugye az összes betegség az arról szól, hogy az egészségedet veszíted el, és az egészséged az attól függ, hogy mennyire ismered ezeket az elemeket, mennyire használod ezeket az elemeket, mert hogy most sem ennyire. Mert hogy az iskolában ugye 6 éves korunktól tulajdonképpen arra vagyunk egrecírozva, a kereskedők egy olyan rendszert hoztak létre, hogy tulajdonképpen mi jó munkások, jó sudrák tudjunk lenni, és csináljuk, amit ők mondanak, és tartsunk, féljünk tőlük, mert különben, ha nem, akkor cudarvilág jön, vagy nem leszünk boldogok. És tulajdonképpen a mi életünkben a legnagyobb dolog, amit létre tudunk hozni, ha megvalósítjuk azt, hogy hogyan legyen bennünk ez az aranykor. Az aranykor, amikor is szeretünk mindenkit, pozitívak vagyunk, jókat mondunk másokról, és amiben jó lenni, így jó, amikor így nem, azért gyűjtök össze haverok, hogy fikázzátok egymást, meg leszóljátok azt, aki nincs ott, hanem azért, hogy dicsőítsétek, vagy jót mondjatok egymás. Ugye, ma már szinte ott tartunk, hogyha jót mondok valakiről, akkor neki áll, hogy ne nyolja meg, és ez a kultúránk. Tehát, hogy ha beszólogatsz, meg fikázod valakinek, az a normális, de ha jót mondasz neki, vagy támogatod a véleményeddel, vagy kifejezed, hogy mennyire hálás vagy neki a jó dolgaért, vagy mennyire büszke vagy rá, vagy sokat tanultál tőle, akkor ne nyoljál meg. Meg ő, és a többi, ne nyold a segít, és a többi, és a többi, és a többi. De ez egy alacsony szint, ez nem az értelmiségnek a szintje. És nekünk nagyon fontos, hogy az értelmiséghez tudjunk tartozni. És ez azt jelenti, hogy a nemesekhez, ugye? És a nemesekhez úgy tudunk tartozni, hogy nemessé tesszük a szívünket. A nemessé tett szív, az pedig arról szól, hogy jó tetteket hajtunk végre. A jó tettek pedig önzetlenek. Ugye a szerelem is akkor jó, ha önzetlen, ha nem várunk viszonzást érte. Igaz, mert abban a pillanatban, amin már viszonzást várunk a jó tettekért, abban a pillanatban az már nem olyan tiszta. Na most nem kell ezt félreérteni, nem hülyének kell lenni és hagyni, hogy kihasználjanak bennünket, hanem arról szól az egész, hogy igenis hajtunk végre olyan dolgokat, amikért nem várunk viszonzást. Ugye ez az önként vállalt lemondás. Ugye tegnap is beszéltünk arról, hogy az ember önként elvállalhat olyan dolgokat, hogy tudom én, ha elmegy edzeni is megsérülhet, de ha otthon ül a fotelban, akkor is megsérülhet, és ugyanaz fog megsérülni, csak nem mindegy, hogy ez a sérülés az azért történt, mert mentél, csináltad az életedet, és úgy sérültél meg fejlődés közben, vagy úgy sérültél meg, hogy ragasz, jaj, nehogy valami bajom legyen, jaj, nehogy elkapjak valamit, és úgy lettél beteg, mert hogy ez a kettő, ez egy teljesen különböző szint. A világ ebben a pillanatban szinte teljesen ki van fordulva magából. A legnagyobb szerencsénk az, hogy például most is lehet beszélni így Istenről, tehát ez így nem veszett el. De mégis nagyon kevés ember szeret Istenről hallani, Istenre gondolni, Istenről olvasni, az Istennel kapcsolódni, sokkal jobban szeretjük a pletykákat, sokkal jobban szeretjük a rémhíreket. Igaz, milyen jó megnézni a tévébe, hogy mekkora tűzvészek vannak,
1000 kilométerre arrébb, és akkor jó, félünk a tűztől, vagy mekkora járvány van, nem tudom én hol, és akkor hú, mi lesz, ha itt is az lesz, és tulajdonképpen amíg a médiával vagyunk elfoglalva, addig tulajdonképpen ezek a fél elemek jönnek be az életünkbe, és erről szól minden, mert a fél, aki fél, azt könnyebb irányítani, annak könnyebb eladni mondjuk a vakcinát. És most beszéljünk egy kicsit a vakcináról, ami arról szól, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, vagy lesz benne csip, vagy nem lesz csip, ez teljesen mindegy. Nekünk nem ez a fontos, hogy emiatt aggódjunk, hanem az, hogy mi szükségünk van gyógyszerekre. Igazából én 2003 óta nem szedek gyógyszert, nem, semmilyen gyógyszer, még fájdalomcsillapítót se. Szeretem a fájdalmat. Mert a fájdalom jó, a fájdalom tanít, a fájdalom a legnagyobb mester. Ha beveszel egy fájdalomcsillapítót, akkor az történik, hogy nem figyelsz a testérzetre, és ugyanúgy mozogsz, mint a természetesen, és sokkal nagyobb kárt okozol a különböző sérüléseidnek, mintha nem vennél be gyógyszert, kicsit jobban szenvednél, nehezebben mozognál, de éreznéd azt, hogy hogyan történik a testedben egy változás, egy, a testedben hogyan történik egy olyan létrejövetel, ami jót tesz neki. Na most nagyon fontos, hogy a sudrák nem tudják elviselni a fájdalmat, és a kereskedők sem. Tehát a fájdalom az satria és brámana szinten kezd el egy elviselhető dolog lenni, de ez fejleszthető, nem kell tőle félni. Sőt, mi magunk is tudunk kasztot lépni. Ugye tegnap beszéltem erről, például, hogy mondjuk képzeljük el azt, hogy nem, ebben most nem megyünk bele, mert ez hosszú. Ha van egyébként kérdésetek, vagy valami, amit így üzennétek, nyugodtan írjátok be, mert itt tök jó ilyen interaktívan beszélgetni. A legjobb az lenne, ha még ide ki tudnék tenni egy csomó kamerát, és akkor látnálak is benneteket, és akkor úgy beszélgetnénk. De most egyelőre csak hát egy telefonról nyomom, mert még laptopom sincs, az is tönkre ment. Leöntöttem vízzel 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, és még nincs szükség rá, ezért nem megyünk tovább. A kasztok háborújának a lényege, hogy most egy olyan váltás fog következni, hogy a következő lépés, hogy a satriák, a harcosok átveszik a kereskedőktől az irányítást. Ami nagyon sokszor megtörtént már egyébként a világban, de ez ritkán történik egy békés úton, ugye erről is beszéltem már tegnap. És ha láthatjuk tulajdonképpen, amikor elkezdődött a migránsválság, ugye, mert ahogy bejött a Covid, úgy, mintha a migráns válság, azt így elvágták volna, és megszűnt teljesen, és arról nem is beszélnek azóta. Tehát mi lett azóta a bevándorlókkal? Tehát semmi nem történt, maximum egy terrortámadás történt, ugye a múlt hétben Bécsben robbantottak, ugye egyre közelebb kerül hozzánk ez a dolog, ez a téma. És hát mindenki el tudja dönteni maga, hogy felkészül vagy nem készül föl. Tehát te tudod azt is eldönteni, hogy akarsz-e fejlődni, vagy nem akarsz-e fejlődni. Te döntöd el, hogy belemész a kereskedők által gerjesztett félelem hullámba. Jó, nem szidom a kereskedőket, ne haragudj, ez nem így, hanem mondjuk a hatalmon lévőknek a félelem hullámába. Vagy fölé emelkedsz és szerteszel olyan képességekre, tulajdonságokra, amivel tulajdonképpen ezt fölé tudsz lépni. És ezt az egyetlen egy módon tudod végrehajtani, úgyhogy megtalálod a darmádat. A darma az sorsfeladatot, életfeladatot jelent. Olyan, mintha Isten egy nagy gépezet lenne, és ez a nagy gépezetben mi apró fogaskerekek vagyunk, vagy úgy is tudnám mondani, hogy mi vagyunk a homokszemek, Isten meg a sivatag. Igaz? És ha ott vagy a sivatagban, és belász a homokba, mekkora flash, az a hatalmas minden. De ha egy homokszem vagy valakinek a szendvicsébe, aki éppen ráharap, akkor az nem olyan jó érzés. Vagy úgy tudom, ugyanaz, mint hogy mondjuk a Isten az óceán, mi pedig a vízcseppek vagyunk. És az óceán az egy hú de nagy flash. Az indiai óceánba is fürödtem, azt hiszem, és wow, itt tényleg érezni, hogy ez egy hatalmas, óriási erő.
És milyen jó ott egy vízcseppnek lenni, de mondjuk egy sós vízcsepp mondjuk, amikor belefröccsen a szemedbe valahol, akkor viszont nem biztos, hogy olyan kellemes ez. És tulajdonképpen a mi életünknek is ugyanez a lényege, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudunk visszatérni az óceánhoz, hogyan tudunk visszatérni a sivatagba, tehát az eredeti sok minden nagyba lenni. És ennek az a lényeg, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, vagy olyan emberek társaságát próbáljuk keresni, akik szintén ezt akarják, vagy már akár el is érték. Mert ha el is érték, vagy el akarják érni, akkor egy irányba tudunk haladni velük. És amikor elérjük ezt az állapotot, hogy megtaláljuk a darmánkat, vagyis kimossuk az agyunkból a tévét, kimossuk az agyunkból a divatot, kimossuk az agyunkból a társadalmi elvárásokat, kimossuk az agyunkból a szülői viselkedés mintákat, amiket már generációk óta istentelen családokban, hiszen hány vallásos család van, vagy milyen vallásos család van, tettünk ma, ugye, hogy hány család van, aki templomba jár, vagy aki mondjuk imádkozik evés előtt. Mert ugye nem tartám sem eddig, tényleg ott az étel, megveszed, vagy megfőzöd, és imádkozol egyet. Köszönöm Istenem, hogy itt van ez az étel, hálás vagyok neked. Ilyen apróságokon múlik az, hogy az életed istenes vagy istentelen. Hogy materialista vagy, és a félelemben élsz, vagy pedig elfogadod azt, hogy létezik egy sokkal nagyobb egész, egy sokkal nagyobb rész, aminek a mi pici parányi szerves részei vagyunk, és ennek a nagy egésznek a részei próbálunk lenni. Mert ha nem próbálunk, akkor egyedül vagyunk. Ha nem próbálunk ennek a nagy egésznek a része lenni, akkor úgy határozzuk meg magunkat, hogy mennyi pénzünk van, milyen ruhánk van, mennyire vagyunk népszerűek. És ebből nagyon sokszor szenvedés tud jönni, hiszen ezek anyagi dolgok. És az anyagi dolgoknak az a természete, hogy keletkeznek, léteznek és eltűnnek, elpusztulnak. A lelki dolgok ezzel szemben örökké tartanak. A lelki dolgok azok kapcsolatban vannak Istennel és a lélekkel. A lélek az pedig egy apró parányi kis nap, amit beragyogja ezt a test univerzumot. Ugye ez a test, ez a mikrokozmoszunk, és a lélek, mint egy végtelen energiaforrás, beragyogja, és amikor a lélek eltávozik belőle, akkor kihűl ez a test, és egy halott test lesz belőle. Nem akarom elrontani a kedveteket, de ez az igazság. Nem vagyok jós, nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Azt meg tudom mondani, hogy lesz egy nap mindegyikőtök életében, az enyémben is, amikor vége lesz ennek a történetnek, és ez az egész, amiben itt most vagyunk, ez ilyen vicces lesz. Így nevetünk majd egy jót, hogy jé, én azt gondoltam, hogy ez van, meg az van, meg amaz van, és nem azzal voltam elfoglalva, hogy boldog legyek, nem azzal voltam elfoglalva, hogy odaadó legyek, hogy őszinte legyek, hogy úgy éljek, hogy minden nap az utolsó. Mert amikor nem foglalkozunk ezzel, akkor annak az az átka, hogy mindent csak ilyen félgőzzel csinálunk. Félgőzzel dolgozunk, félgőzzel szeretkezünk, félgőzzel táncolunk, félgőzzel vagyunk őszinték. Csak ilyen megszokásból, napi rutinból. És szenvedélyben élni, szenvedélyből élni, mármint olyan odaadás, sos szenvedéllyel élni, az azt jelenti, hogy mindent úgy csinálok, mintha utoljára csinálnám. Mintha ha dolgozok, akkor aznap dolgozok utoljára, és tökéletesre kell csinálnom, amit aznap csinálok. Ha eszek, akkor olyan hálával eszek, hogy ez az utolsó vacsorám, vagy utolsó ebédem, vagy utolsó reggelim. Ha táncolok, akkor úgy táncolok, hogy Úristen, és ha szeretkezek, akkor is mindent beleadok. Mert az az utolsó, és lehet, hogy soha többet nem lesz. Milyen szép halál lenne szeretkezés, szerelmeskedés közben meghalni, nem? De hogy ez tabu. Erről manapság nem szabad beszélni, sőt, a társadalom úgy vette föl, hogy most lehet, hogy egy kicsit rosszul is érzed magadat, vagy így a szívtájékán megjelenik egy ilyen hideg dolog, hogy a halál az egy rossz dolog. De ez nem így van. A halál az egy nem rossz dolog, hanem az egy állapot, egy következő szint, egy következő tovább lépés, amiben bele kell nyugodnunk, mert ha nem nyugszunk bele, akkor folyamatosan félelemben leszünk, és folyamatosan félelemben tudnak tartani bennünket, hiszen elméletileg a halál a legrosszabb, ami lehet velünk.
És ha viszont ha legyőzzük ezt a félelmet, és nem félünk már a haláltól, akkor utána már semmitől se fogunk félni. Nem fogsz félni attól, hogy jön a koronavírus, és megöl téged. Nem fogsz félni attól, hogy semmitől bántani fognak. Nem fogsz félni attól, hogy elveszíted a munkádat, vagy elveszíted a barátaidat, hanem tudod, hogy amit elveszítesz, ahelyett mindig fogsz kapni egy jobbat. De ehhez az kell, hogy megtaláld a saját darmádat. És a saját darmádnak a megtalálása az azért nehéz most, mert most ki van mosva az agyunk a média által, a kereskedők azt által, akik a médiát uralják, hogy milyennek kell lennünk, hogy kéne kinéznünk, hogy kéne beszélnünk, milyen ruhában kéne járnunk, és a többi, és a többi, és a többi. Mire van szükséged ahhoz, hogy éljél, milyen kényelmi szint az, ami jó, milyen ételt kéne enned, milyen dolgokat kéne csinálnod, milyen hobbidnak kell lennie, mi az, ami menő, mi az, ami trendi, mi az, ami jól esik, és amíg ezeknek a dolgoknak akar valaki megfelelni, addig az történik, hogy nem, mondok egy példát, tehát mondjuk van egy favágó, aki nem favágóként dolgozik, hanem mondjuk gipszkartonozik, érted? Mert a gipszkartonozásból jobban meg lehet élni, mint a favágásból, de mivel nem fát vág, nem az erdőn van, nem a természetben van egész, a madárcsicsergés meg stílfűrész hallatja, és a fa illatát szívja be, ami úgy föltöltené őt, hogy elvarázsolódik, hanem helyette gipszport szív valahol külföldön, és farigcsálja a port maszkba egész nap, ugye, mert gipszkartonozók maszkba dolgoznak már régóta. Így frusztrált lesz, nem lesz boldog. Vagy mondok egy másikat, egy táncos nőt, aki imád táncolni, egyé válni a zenével, és semmi más nem csinálna, és ő lenne igazából a legjobb táncos, és így néznénk, hogy úristen, de csodás, de nem táncol, mert valaki egyszer beszólt neki, és inkább elmegy egy bankba titkárnőnek, mert az menőbb. Menőbb titkárnőnek lenni, és kis izébe járni, mint, és a táncot megéri a buliba. Oké, az jó. De ettől függetlenül, amikor egész nap valaki táncolna legszívesebben, és ehelyett egy irodába kell kuksolnia, hogy megéljen, akkor megint frusztrált lesz. És akkor elmennek egy buliba a gipszkartonozó, akinek fát kéne vágnia, meg a táncos nő, vagyis a titkárnő, vagy az irodai dolgozó, akinek táncolnia kéne egész nap, találkoznak, és két frusztrált ember összejön, és mivel hazudnak maguknak, mivel hazudnak a környezetüknek, ezért nem tudnak boldogok lenni, mert igazából ki kéne költözniük valahova erdőre, a srác egész nap vágná a fát, a csaj meg egész nap táncolna, és tök jó el lennének. És megtalálnák önmagukat, és lekapcsolnák a tévét, megnyomnák a gombot, nem néznék a médiát, nem olvasnák az újságot, és megtalálnák azt, ami az életüknek a legnagyobb feladata, a dharma. Na most a dharma az azért érdekes még, mert ez változik. Tehát, hogy nem csak, tehát, hogy van olyan dharma, ami mondjuk arról szól, hogy ha gyerek vagy, akkor van egy gyerek dharmád és a szüleid felé. De ha mondjuk szülő vagy, akkor van egy szülő dharmád a gyerekeid felé. Tehát, hogyha szültél egy gyereket, vagy csináltál egy gyereket, akkor azt föl kell nevelni. Ez a dharmád, tehát még bejön így pluszba. Nem lehet azt mondani, hogy ja nem, ez nem én csináltam ezekkel, nem én vagyok. És amiért ez történik az embernek, hogy megtalálja a dharmáját, akkor, hogyan akartam mondani, bocsánat, elvesztettem a fonalat itt egy picit. Tehát, hogy hogyan mondjam, tehát a sokféle kis dharma, vagy mondjuk a anyukám öreg már, és nem akarom őt ápolni. Mert nem divat manapság tisztelni az időseket. De hogy ez régen ez tök természetes dolog volt, hogy az emberek nagy családokban együtt éltek. Nem úgy nézett ki, hogy a gyerekek alig várták, hogy elköltözzenek valahova a világ végre más, hogy anya meg apa ne jöjjön oda hozzájuk, hanem együtt éltek a nagymama, a nagypapa, ugye amikor 100 vagy 1000 évig éltek az emberek, akkor már még több generáció együtt volt.
és tudták segíteni egymást. Az idősek át tudták adni a bölcsességüket. Ugye ezek a bölcsességek manapság már nem jelentenek semmit, hiszen a technológia olyan szinten elfejlődött, hogy nem tudjuk, tehát az idősek már például nem tudják követni. Tehát nagypapám sincs fönn a Facebookon. Vagy az 50 fölöttieknél ez ritkább, hogy fönt vannak például, vagy a 40-esek, meg a fiatalok is. De közben jött másik kis kütyű, másik kis alkalmazás, amit meg én nem tudok használni. És jönni fog még ezer másik ilyen kis valami, és nem fogunk tudni mindent használni, nem fogunk tudni mindent követni. A gyerekek már olyan játékokkal játszanak, hogy tehát én még a kis kvarcjátékkal nyomtam. És üde jó volt, ami megy jobbra, meg balra, és wow, az volt a minden. Most meg már olyan háromdimenziós játékok vannak, hogy teljesen el tudod hinni, hogy vége van minden. Van egy gyerekkori barátom, találkoztam vele egy pár éve, voltam, hogy mit csinál, és ugyanott lakik az anyjával, és ilyen büszkén meséli nekem, hogy 5 évig ki sem volt, hogy nem mozdult ki a szobájából, mindent rendelt, és World of Warcraftozott, és abból élt, hogy a World of Warcraftban az egy ilyen mesterséges, háromdimenziós játék, játszik, megy, és megszerez ilyen különleges fegyvereket, vagy dolgokat, és azokat eladja a többi játékosnak. És ebből volt pénze, így élt. De hát mondom, de hogy figyelj, Drozsi, hát ez nem élet. Mondom, így hogy lehet létezni? Elmegy melletted az életet, nem érzed a fák illatát, nem látod a növényeket, nem érzed a földet. A tested elveszíti a kapcsolatot a mindennel. És így kijött már belőle, hála Istennek, de hogy el tudom képzelni, hogy vannak még emberek, akik ebben vannak. És a tudatlanság, ugye van 3 kötőerő, ez a 3 kötőerő, ez a tudatlanság kötőereje, a tamaguna, a szenvedély kötőereje, a rajasguna, és a jóság kötőereje, az a szatvaguna. És mindegyikre jellemző, hogy mi van, hogy mindegyikre jellemző egyfajta gondolkodásmód. És mi most leginkább a tudatlanságban vagyunk, a tamagúnában vagyunk, és ez a tudatlanság, ez arról szól, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi, nem tudjuk, hogy ki Isten, nem tudjuk, hogy mi történik, hanem azt gondoljuk, hogy mi a családunknak vagyunk a gyermeke, és fogalmunk sincs arról, hogy a lélek az mit csinál ott bent, vagy mire vágyik, és ezért nagyon ritkán merjük megélni a darmánkat. Mert hogy vannak ilyen pillanatszerű darmák is, mondjuk, hogy meghallasz egy jó számot, amire szeretsz táncolni, de ez egy plázában történik, és ezért nem táncolsz, nehogy a többiek lássák, és mit szólnak hozzá. Vagy kedved támad énekelni, de nem egyedül vagy otthon a fürdőszobában, hanem a metrón támad kedved énekelni, vagy az utcán sétálás közben, és ezért nem énekelsz. Mert úristen, mit fognak szólni hozzá? Én ezzel úgy vagyok, hogy én ezzel már nem foglalkozok, ezért gondolnak őrültnek egyébként azok, akik ismernek személyesen, ami köszönöm szépen, a legnagyobb megtiszteltetés, hogy ha valaki őrültnek néz, mert egy élet munkája van benne, hogy én merjek bárhol táncra perdülni, merjek bárhol énekelni, mert ez egy nagyon fontos feladat, hogy a testemet mozgassam. Ugye a boldogság, a tökéletesség az nem csak lelki szinten kell, hogy megtörténjen. Sok irányzat filozófia van manapság, amit szintén a kereskedők hoztak létre. Most a csúnyát fogok nektek mondani, de a különböző egyházakat, vallásokat, filozófiai irányzatokat, ezek is cégek. Ezek is cégek, amiket engednek, hogy működjenek, ugyanúgy, mint a Nike. A katolikus egyház és a McDonald's között nincs különbség. Ugyanúgy működik. Pénzt kell befizetned, oda kell menned, kapsz valami terméket, vagy valami szolgáltatást. És a legtöbb vallás az ugyanígy működik. Régen, az ősi időkben a védikus jóga filozófia leírja, az ősi a védák, a tudáskönyvei leírják, hogy ez nem így volt. Ugye beszéltünk róla, hogy a tanítók, a táltosok, vagy a papok, vagy hogy hívjuk őket,
azok anarchiában élnek egymáshoz képest. Ez azt jelenti, hogy amikor régen ők összegyűltek, akkor nem úgy volt, hogy na most meghirdetjük, hogy ilyen fesztivál lesz, és 5-től 6-ig a XY fog beszélni, 6-tól 7-ig meg a nem tudom én kicsoda, utána meg a valaki, hanem a szentek összegyűltek valami folyó partján, mert mind tudták, hogy most teli hold van, és most ezen a teli holdon meg kell fürödni ebben a folyóban, mondjuk a Gangesban, vagy a Dunában, ugye, mert a Duna is ám egy szent folyó, egy nagyon szent folyó, egy nagyon erős szent folyó, és összegyűltek a partján, fürödtek, és utána kitalálták, hogy jó, akkor valaki beszéljen, valaki tanítson bennünket, és mind tudták, érezték, hogy ki közülük a legfejlettebb. Nem kellett meghirdetni, irigykedni, haragudni, hanem annyira érezték, értették egymást, hogy a legfejlettebbet ültették föl a székre, hogy beszélj. És nem egy ilyen történet van, hogy a Simad Bhágavatamban is, hogy fölültetik a legokosabbat, a legszentebbet, elkezdi mondani a filozófiát, a történeteket, mondja a tanítást, mondja, és arra sétál egy megvilágosodott szent, akiről még ő is tudja, hogy megvan világosodva, csak annyira megvan világosodva, hogy el is felejtette, hogy jönni kell ide, és most csak véletlenül kószált erre. És amikor meglátja, akit a többiek kiválasztottak, hogy hú, te vagy az, akit hallgatnunk kell, akkor ő meglátja, és azt mondja, hogy figyelj, most abba adjom a beszédet, kérlek, gyere, ülj föl ide a helyemre, és beszélj te. És nem volt belőle egy ilyen, hogy most figyelj, most 5-től 6-ig befejezem ezt a filozófiát, meg elmondom, hogy mi van, mert most engem ezért kifizettek, hanem így érezték, hogy mit kell mondaniuk, érezték, hogy mit kell tenniük. És a táltosok ugyanígy voltak régen, és utána mind hazamentek, és jöttek hozzájuk a tanítványaik, jöttek hozzájuk a barátaik, mert régen nem voltak vallások, nem voltak egyházak, nem voltak cégek. Hanem régen ez úgy nézett ki, hogy tanítók, bölcsek voltak, és minden ember meg tudta találni az ő mesterét, vagy mestereit. És nem azon függött, hogy ki egy fejlett személy, hogy milyen marketingje van, hogy van eladva, hányan lájkolják, hány követője van, hanem úgy működött, hogy az emberek, voltak olyan mesterek, akinek 5 tanítványa volt, meg volt olyan, akinek 50, meg volt olyan, akinek 500. Meg biztos volt olyan is, akinek 5000. De ez nem jelentette azt, hogy akinek 5000 tanítványa van, az komolyabb lenne annál, mint akinek csak 5 van. Sőt, van olyan, hogy igazából általában pont fordítva volt, hiszen lehet, hogy aki csak 5 emberrel foglalkozott, ő sokkal mélyebben tudott velük foglalkozni. De hogy a guruk, a tanító, a guru egyébként azt jelenti, hogy szolga. Jó? Tehát, hogy ezt is szétmarkentingezték, kiszedték a védákból, hogy a guru az Isten. Nem, a guru az szolga, ennyit jelent, ezt jelenti szanszkritül, egy ős nyelven, hogy a guru az egy szolga. Szolgálja a népet, szolgálja az embereket, szolgálja a tanítványait, hogy Isten fele tudjanak menni. De mondok jobbat, a tradicionális védikus templomokban a mai napig a legbölcsebb, a lelkileg legfejlettebb személy van beosztva konyhára. Azért, mert az étellel jön át a legjobban a tudás. Tehát én nem szeretek étterembe kajálni, randira se szeretek oda senkit meghívni, mert ha szar napja van a szakácsnak, és megeszem, akkor rosszul érzem magam, rosszul leszek tőle. Például ezért van az, hogy mindenki anyafőztjét szereti a legjobban. Mert anya szereti a gyerekét. Egy anyának az jelenti a legnagyobb boldogságot állítólag, hogy a gyerekét enni látja. Ezért minden anya szívből főz a gyereknek, és ezért minden gyerek az anyának a főztjét szereti a legjobban. És az a leggyógyítóbb, az a legtáplálóbb számára. Az az étel, amit szeretettel főzöd. A második az, amit saját magadnak főzöl. Tehát amit saját magadnak raksz össze, és a te saját tudatállapotodat teszed bele. De már ezeknél az alap dolgoknál elveszik a spiritualitás, a lelkiség,
Mert most sokkal menőbb elmenni a nem tudom, hogy milyen drága étterembe, és 8000 forintért megenni ugyanazt, amit otthon megfőző magadnak 500-ért. Vagy egy ezresből. Ezt értjük? És ez azért van, mert minden a tárgyaink köré gyűlt. Már csak 20-30 éve, tehát az én életemben, az én életem kezdetén sem volt ennyi kütyű. Nem volt ennyi gép, nem vett körbe bennünket ennyi fölösleges dolog, amit használunk. Mert ha most így körbenézel ott, ahol vagy, a lakásban, vagy ahol élsz, szinte biztos van legalább a fele a dolgoknak nem szükséges, nem létfontosság. De mégis ragaszkodunk hozzá, meg kell vennünk, szükségünk van rá, mert a kereskedők elhitetik velünk, hogy nekünk erre szükségünk van. Ez a háború. Ez a háború, ami történik. A háború, ami zajlik most a kasztok között, ez nem egy kinti háború. Ez a szívekben és az elmékben zajlik. Hogy ki mit gondol, és ki mit érez. És az érzéseink is meg vannak vezetve, meg vannak véve, el vannak folytva, el vannak víve valamerre, hogy mi a boldogság. Mert ha megnézi egy csomó filmet, ahol az a boldogság, hogy bennül a nagy autóban, meg a mindenben, és csak utazgat, és jól néz ki, és jó ételeket eszik, akkor azt gondolod, hogy neked is ez a boldogság. De közben ez egyáltalán nem így van. Tehát, hogy ahhoz, hogy a filmeken látott gazdagságot meg tudják élni, az csak a világ 10%-ának adatik meg. És mi itt Magyarországon tulajdonképpen mondhatni, hogy benne vagyunk ebben a 10%-ban, hiszen hiszen mindenki olyan helyen él, ahogy a meleg víz folyik a falból, hogy bármilyen ételt meg tudsz vásárolni magadnak, bármit ehetsz, a világ bármely részéről szinte. Ez persze egy jó dolog a kereskedőktől, de hogy ettől függetlenül, ha elfelejtjük, hogy hálásnak kéne lennünk a luxusért, amiben mi itt Magyarországon, a Kánaánban élhetünk, akkor aggodalom van a szívünkben, mert azt gondoljuk, hogy mi lenne, ha még több lenne. Vagy pedig Afrikában, vagy egy csomó helyen az emberek olyan szegénységben, nyomorban élnek. Hát Indiában voltam olyan nyomortelepen, hogy fönnálltunk a hegyen, hatalmas völgy, következő hegy, meg arra is, és több millió fólia sátor, meg tákolmány, putri, amiben élnek az emberek. Se villany, se áram, semmi, a folyóhoz járnak fürödni, a kútból húznak vizet, hogy enni-inni tudjanak, és boldogok, mert nem néznek, mert nincs tévéjük, meg nincs áram. Tehát nem hiteti el velük senki, hogy nekik nem jó. Nem jut el hozzájuk az információ, hogy figyelj, neked félned kell. Rengeteg ilyen nyomortelepen voltam, mert például amikor Majapurban voltam szerzetesként, akkor Majapurban szereztem az imaláncomat. Nem mutatom. Várjátok, itt van nálam, ez egy nagyon szép, imalánc. Ez tulaszi fából készült. Azért van nálam, mert ma fönn voltam a Tara templomban, és imádkoztam boldog asszonyunkhoz, hogy holnapra egy jó kis videót is készítek belőle, énekeltem egy mantrát hozzá, és ezen a malán dzsapáztam, amit mondhatnám, hogy a lelki tanítómesteremtől kaptam, de ez már nem az, azt elveszítettem, de attól még ez egy tulaszi, egy nagyon speciális, különleges fának a fájából készül, és Majapurban egy ilyen nyomortelep egyik szélén, tudom hol van, oda találnék bármikor, él egy család, aki abból él, hogy ezeket a tulaszi fákat így faragja, és ilyen imaláncokat készít belőle. És ez egy bádog viskó volt, ahogy be kellett menni a mindenhova, meg a mindenen át, és bementünk a putriba, és rend volt, és tisztaság. Föl volt söpörve, nem voltak gazdagok, mindenkinek egy ruhája volt, de az egy ruhája tiszta volt, és össze volt hajtva, és szépen le volt téve. Nem volt sok ágyuk, meg semmiük, de amiük volt, az rendben volt, és tiszta volt. És csillogtak a szemeik, és boldogak voltak, mert volt ennivalójuk, volt hol fürödniük. És ez nem csak egy család, hanem a szomszédaik és az ő szomszédaik is így éltek boldogságban, tisztaságban és rendben.
És ha most oda mennél, vagy hogy én ezt mondom, hogy nyomortelep, meg putri, akkor, mert voltam Magyarországon is ilyenbe, Zalába, ami rettenetes élmény volt, mert ott meg aztán benne fekszenek a saját ürülékükbe szinte, meg a hányásukba, meg a mindenbe, mert nincs kultúra, viszont van áram, mert lopják, és bekötik a tévét, hogy nézzék a tévét, és amilyen nézik a tévét, ezért teljesen nincs idejük rendet rakni, mert el vannak azzal foglalva, hogy milyen rossz nekik, hogy lehetne jobb. És ha kikapcsolod a tévét meg a médiát, akkor tulajdonképpen képes leszel megtalálni a saját darmádat, a saját élet sors feladatodat, mert amikor már 3 napja nem néztél meg egy filmet se, meg 3 vagy 1 hete, vagy csak 2 hét alatt biztos. Tehát 2 hét alatt biztos. Tehát a 2 hétig nem kapcsolod be a telefonodat. De elég 3 nap is, tényleg. És nem kapcsolod be a tévét, hanem csak figyeled önmagadat, hogy mire van vágyad, mit szeretnél csinálni, és ha festenél, festesz, ha fát vágnál, fát vágsz, ha terveznél, tervezel, ha akár kütyüznél, valamit csinálnál, akkor azt csinálod, akkor sokkal könnyebben fogod megtalálni az élet feladatodat, hogy mi az, ami téged boldoggá fog tenni, mi az, amiből neked élned kéne igazából, mi az, amiből meg tudsz élni valójában. És ez most nem olyan, hogy a titkárnő, akiről az előbb beszéltem, olvas egy jógaoktatói tanfolyamot, és akkor látja, hogy a barátnő is mind elvégezték a jógaoktatót, akkor ő is elmegy, és most ő azt nézi, hogy az élet feladata az, hogy ő most jógát tanítson, mert amúgy ő táncos nő. Jó, a jóga már majdnem tánc, tehát azért onnan már nem nehéz tovább lépni, tehát lépcsőfoknak nem feltétlenül rossz, de őnek akkor is táncos nőnek kéne lenni, vagy a favágó gyerek, aki gipszkartonozik, és fát kéne vágnia, ő is tudja, de inkább, mivel látja, hogy a bármixerek milyen menők, meg ott ülnek a jó csajok, inkább elvégez egy mixer tanfolyamot, és elmegy mixernek, és ott fog állni, és keveri a koktélokat, és ott ülnek a csajok, és nem lesz boldog, menő lesz, de nem lesz boldog. És most mi a fontos? Az, hogy valaki menő legyen, vagy az, hogy boldog? Mi a fontos? Az, hogy valaki a társadalom szerint a jelenlegi normák, a jelenlegi kereskedői, kapitalista társadalom szerint számítson valakinek, ugye, mert a tegnapi nap beszéltünk róla, hogy a vajsjáknak a rendszerében az számít, hogy mennyi pénzed van. És most tulajdonképpen csak erről szól minden, mert ha van pénzed, akkor minden van, nincs pénzed, akkor meg semmi sincs. De még az állatkertbe sem mehetsz be, ha nem tudod kifizetni a belépőt. Ha nem tudod kifizetni az éttermet, akkor nem kapsz ételt. Nem kapsz ételt a boltban. De ha van földed, akkor tudsz termeszteni magadnak ilyesmit. Tehát, hogy ezeket az alapvető dolgokat felejtettük el a kereskedőknek a félelemkeltő rendszere miatt. Az én gyerekkoromban még művelték az emberek falun a földeket. Tehát emlékszek rá, hogy mindenkinek volt kis kertje, és emlékszek rá, konkrétan az érzése, mert én is megkaptam, amikor azt kezdtem el gondolni, hogy már földet csak a parasztok művelnek, meg ez ilyen elavult. És most meg itt volt a karantén, és most meg mindenki szembesültve, hogy drágul az étel, drágul a minden, és az emberek elkezdtek újra ültetni, meg kertészkedni, és rájöttek, hogy fú, de jó a saját paradicsomomat enni, meg fú, de jó azt a zöldséget enni, ami van, amit én termesztettem, és nem is olyan nehéz ételt előállítani, nem is olyan nehéz kenyeret sütni, macerás, időigényes kenyeret sütni, meg zöldséget, meg kertészkedni, de amikor van rá időd, mert karantén van, és nem mehetsz ki az utcára, akkor szívesen megcsinálod. De amikor nincs karantén, akkor meg ide kell menni, oda kell menni, meg ezzel találkozni, meg azzal találkozni, mert azt gondolod, hogy lemaradsz valamiről. Kimaradsz valamiből, nem veszel részt benne, és ahelyett, hogy csinálnád az életfeladatodat, mindegy, hogy ki mit, ahelyett valami mást csinálsz, amiről azt gondolod, hogy az menő, meg abból jól meg lehet élni. Tehát az embereknek a fejében nagyrészt most úgy néz ki a dharma, vagy a sorsfeladat, hogy, és ettől én egyébként nagyon felszokott írtózok is, amikor valaki mondja, hogy ő ilyen
mit mondja, hogy angyallátó, vagy ő boszorkány, vagy amúgy ő pránanadizik, vagy nem tudom én micsoda, és mondja nekem, hogy ő 7-es pránanadis, vagy 8-as, és mi, akkor tök jó, akkor te egy mester vagy, akkor te gyógyítasz, tanítasz. Ja, nem, amúgy én egy járba dolgozok, és csak elvégeztem ezt. Mi? Mi van veled? Vagy én jogatanár vagyok. Tartok heti 2 órát. Igen, te jó, ebből élsz, akkor te profi jogá. Ja, nem, mert amúgy meg egy bankba vagyok alkalmazott. Tehát ez nem az. Jó, mert már elkezdted a lépést a változás felé, de még mindig nem az, mert még mindig úgy gondolkozol, hogy jó, megélem a darmámat egy kicsit, mint hobbi, de a napi 8 órát az bemegyek, és valakinek a rabszolgája vagyok. Mert ha nem a darmádból élsz, nem a saját sorsfeladatodból élsz, akkor valaki másnak vagy az alkalmazottja, vagy a rabszolgája. Tehát ugye úgy tudnám ezt egyszerűen magyarul megfogalmazni, hogy vagy a saját álmaidat hajtod végre, vagy valaki másét. És annyival jobb a saját álmaidon dolgozni, a saját vágyaidat teljesíteni. Jó másokét is, én is szoktam. De például már úgy szeretek álmokat végrehajtani, hogy ez kölcsönös. Tehát egy olyan közösségben végrehajtani vagy segíteni az emberek álmainak a valóra váltását, ahol az én álmaim is valóra válnak azáltal, hogy az ő álmaik valóra válnak, az tök jó. És most mondhatod, hogy persze a banki alkalmazottnak is, ha az az álma, hogy vegyen egy drága autót, akkor milyen jó, hogy egy olyan helyen dolgozik, ahol sokat keres és meg fogja venni, de akkor megint visszatérünk oda, de hogy neki fát kéne vágnia, vagy neki táncolnia kéne. És amikor elveszítjük ezt a kapcsolatot a saját életfeladatunk, akkor beleköpünk a saját pofánkba. És amikor beleköpünk a saját pofánkba, akkor elfogadjuk a rendszert, akkor fejet hajtunk a rendszernek, amivel nincs semmi baj, mert a rendszert annyira, tehát ami most van a kasztok háborújában, ami most van ez a rendszer, ez az egész világot behálózó. Ugye tegnap beszéltünk róla, hogy egyetlen egy nép sincsen, akinek a nemzeti bankja a nemzeté lenne. És azt gondolom, hogy nagyon sokan, hogy az Orbán mondjon le, a Gyurcsány mondjon le, a kormány mondjon le, és szüntessük meg, és nem lehet. Ezt a rendszert nem lehet megszüntetni. Ez a rendszer az egész bolygót behálózza, és ez a rendszer, ezen keresztül a kereskedők az egész világot irányítják ma már, itt és most. És mind benne vagyunk, és az életünk függ attól, hogy részt vegyünk benne. És egyetlen egy módon lehet ezt a rendszert megváltoztatni, vagy ezt a rendszert nem legyőzni, hanem de megváltoztatni, hívjuk inkább úgy, ha mellette létrehozunk egy párhuzamos másik rendszert, ahol olyan emberek, akik úgy hasonlóan gondolkodnak, tehát hogy mondjuk szívesen önzetlenek, szeretetből szeretnek élni, de közben nem szentimentálisak, ugye, mert engem nagyon sokan bántanak azért, hogy harcművészettel foglalkozok. Ugye tulajdonképpen így az arany közép az nekem azt jelenti, hogy a jogásoknál azért nem vagyok hiteles, mert ütök is, mert harcművészettel foglalkozok. A harcművészeknél meg azért nem vagyok hiteles, mert jogázok, az meg vagy. Mondja, az meg nem olyan jó. Pedig a kettő együtt meg úristen, tehát hogy olyan dolgokat nyitnak ki, és még amikor beleveszed a mindent. Mert hogy a legtöbb ember együgyű. Ez az együgyűség azt jelenti, hogy azt gondolod, hogy csak egy dolgot tudsz csinálni. Ugye az életemet meséltem már, az első két rész az fönt van, és azért mesélem el az életemet, hogy én elmondjam nektek, hogy én nem mormon voltam, én mormon vagyok. Én nem krisnás voltam, én egy mormon krisnás vagyok. És én nem harcművész voltam, hanem én egy harcművész mormon krisnás vagyok, aki rejkizik. Nem jógi lettem, amikor elvégeztem a 3 jógaoktatói tanfolyamot, hanem én egy mormon papri krisnás szerzetes, biztonsági őr, ninjutsus, reikis, jógi. Nem tudom végigmondani se. Mert nem fontos. Mert nem fontos, mert ez csak egy dolog. De ha
Az ember úgy gondolkodik, hogy na most eddig ez voltam, és nem vagyok már boldog, ott hagyom, és megyek egy más, csinálom, és mindent elfelejtek, ami ott volt, mert minden rossz, mert a végén boldogtalan lettem tőle, akkor az ember az együgyűségében soha nem fogja megtalálni a saját darmáját, a saját életfeladatát, mert hogy tulajdonképpen az életfeladatod az arról szól, hogy a minél profibb legyél abban, amit szeretnél csinálni, amit szeretsz csinálni. Tehát most nem lehet mindenki makramé ékszerkészítő, meg nem lehet mindenki zongorista, vagy handpenművész, vagy festőművész, de bárki lehet igazából bármi, de a bármibe ez egy hazugság, hogy bármit elérhetsz, vagy nem érhetsz el bármit, mert ha 1,50 vagy, akkor nem leszel jó kosárlabdázó, valószínűleg. Vagy ha csak egy lábad van, akkor nem leszel jó focistának. Tehát, hogy be kell látni mindenkinek azt, hogy mi az, amire alkalmas a teste, mi az, amire alkalmas a lelke, és mi az, amire alkalmas a szelleme. Bocsánat. Mert hogy ez a dharma, vagy ez a boldogság, vagy ez a tökéletesség, ez három szinten nyilvánul meg, a test, a szellem és a léleknek a szintjén. De ha csak az egyikkel foglalkozunk, és csak a test szintjén valósítjuk meg a boldogságot, vagy csak a szellem szintjén, vagy csak a lélek szintjén, akkor az nem harmónia, az nem fenntartható, nem egy örök dolog. Ezért egy olyan társadalmat szeretnék én legalább létrehozni, a jurtával kezdve, amire gyűjtök, és amit jövő héten már elvileg el is kezdünk építeni, mert már 900 ezer forint összegyűjt a kegyetekből, már csak 1.100.000 hiányzik hozzá. Küldjetek nyugodtan adomány, ne tartsátok vissza magatokat, az előzőni ott a bankszámla száma, majd ehhez is kiteszem. Tehát egy olyan világot szeretnénk létrehozni, amiben a jó emberek, a jó szívű emberek bármikor be tudnak csatlakozni. Bármikor oda lehet jönni, bármikor van ennivaló, bármikor van munka, amit lehet csinálni. És az egyetlen dolog a szeretet és az önzetlenség, ami fönn fogja tartani. Persze szentimentalizmus nélkül, tehát amikor meg kell fogni a kapát, akkor meg kell fogni a kapát. Amikor meg szőlőt kell kacsozni, akkor szőlőt kacsozunk. Vagy amikor meg fát kell vágni, akkor fát vágunk, és amikor főzni kell, tehát hogy dolgozni kell ebben a rendszerben is. De sokkal könnyebb lesz megtalálni a dharmádat, és támogatni fogjuk ebben a rendszerben, és már most támogatjuk, hogy te az életfeladatodat végrehajthassad, mert pont arra van szükség, hogy a természeted le legyen foglalva egy olyan tevékenységgel, ami téged boldoggá tesz és elégedetté tesz. És ez egy olyan rendszer, ahol igazából nincs, persze lesz benn pénz, mert nem tudunk pénz nélkül lenni, pontosan a kapitalista rendszer miatt, de magában, amikor mi vagyunk együtt a kis rendszerünkben, akkor ezt nem a pénz fogja meghatározni. Én is adományokért szeretnék minden programot tartani, nem akarom azt mondani, hogy fixen fizessé valamit, és pont azért nem, mert kasztok vannak. Tehát ugyanaz a jóga tanfolyam más eredményt ad egy munkásnak, egy kereskedőnek, egy harcosnak és egy tanítónak is. És mindegyiknek más pénze van. Az egyik 100 000-et keres, a másik 1 000 000-t, a harmadik 10 000 000-t, a negyik meg semmit, mert tanítók most nem állnak olyan jól. De nem érdemes ugyanannyiért adni mindegyiket, hanem az úgynevezett dakshin fogalmát szeretném majd bevezetni. A dakshin az arról szól, hogy nem azt, amit a kereskedők, hogy most itt van ez, és ez 100 forintba kerül, vedd meg, és 100 forintért adom mindenkinek ugyanannyiért, hanem itt van ez egy imalánc, amivel el lehet jutni egy nagyon jó gyakorlattal, nagyon bármilyen mantrát lehet rajta énekelni, tök jó minden. És a dakshinnak az a lényege, hogy adjon mindenki annyit, amennyi tud, vagy amennyi az ő sorsa. Tehát amikor egy koldus ad érte egy almát, akkor az wow! Hiszen neki sincs mit ennie, és a kajáját adja oda érte, és az Úristen. De amikor jön egy király, vagy egy kereskedő,
és ő is egy almát akar érte adni, akkor az nem ugyanolyan értékű. Ezt kell megérteni, és ehhez az a fontos, hogy mindenkinek lelkiismereteire lesz bízva az a dolog, hogy mennyi dolgot ad. Persze ettől függetlenül egy, mit tudom én, egy sátor az ugyanannyiba fog kerülni mindenkinek, de például a szertartások, az oldások, a tanítások, ezek mindenkinek daksinért lesznek. A daksin, ami arról szól, hogy adjál egy akkora összeget, amennyi neked egy jó dolog. Vagy mondjuk eljön valaki egy tanítás, és nem tanul semmit, és nem kell neki kifizetni a 100 000 forintot, mert azt mondja, hogy én ezt már hallottam, én ezt már tudom, tök jó, hogy itt lehettem, köszönöm. Inkább valahogy máshogy szeretném rendezni. De ott van, és ott ül, és wow, úristen, hallgatom, miket mond ez az ember, és úgy értem meg, és de jó. Akkor ott bátran adhatsz érte te is valamit. Hiszen a tudás is egy érték. Most nem, mert kapitalizmus van, de ha az aranykort szeretnénk létrehozni, akkor a szeretet és a tudás az az igazi érték. Méghozzá az Istenről szóló tudás ráadásul. És amikor létrehozzuk ezt a rendszert, akkor ehhez a rendszerhez tudnak csatlakozni emberek, ugyanígy, akik a szívükből élnek, a darmájukat, a sorsfeladatukat hajtják végre, és megvan a helyük, és nem kell attól félniük, hogy elveszítik a munkájukat, elveszítik a megélhetésüket, mert egy hasznos tagja tudnak lenni egy közösségnek, ahol igenis értékes az, amit ők csinálnak. Most a programozókkal nem tudom, mit csinálj, gyerekek. Tehát aki azt gondolja, hogy a programozó az egy életképes darma, hát az szerintem nem. De hogy a programozó is meg tud tanulni olyan dolgokat csinálni, ami hasznos neki, vagy meg tudja találni ő is a darmáját, a sors feladatát, és akkor egy hasznos tagja tud lenni ennek az egésznek, és nem pénzért csereberéljük a dolgokat, meg pénzt adunk, hanem cseréljük a dolgokat, értékeket, adok valamit valamiért, vagy szolgáltatás, ugye ez bartel, lebartelozzuk a dolgokat, ugye modern néven így mesélik ezt manapság. És egy idő után annyian leszünk, hogy egy idő után az a rendszer, amiről most beszéltünk az előbb, hogy a kereskedők föntartják és félelembe tartanak benne, ugye már akkor nem abba leszel, mert nem nézed a tévét, hanem ott vagy velünk és kapálunk. Vagy ott vagy velünk és mit beszélgetünk. Vagy ott vagy velünk és táncolunk, zenélünk, énekelünk, festünk, főzünk, sátrat állítunk, gyógyítunk, táncolunk, énekelünk. Mert mi értelme van az életnek, ha nem bulizod végig? Beszélgettem egy lányjal, azt mondta, hogy ő már kibulizta magát. Én még nem. És nem hiszek azokban az emberekben, akik azt gondolják, hogy a bulinak vége van, mert ez az egész élet, ez egy buli. Nagyon fontos, hogy kell tudnunk szórakozni, táncolni, énekelni, jól érezni magunkat, belemenni szívvel a dolgokba, őszintén, úgyhogy jól érezzük magunkat, és ezt az életünk végéig fönn kell tudni tartani, mert ez tart fiatalon, ez tart életben, ez a szenvedély, ez az odaadás. De amikor ez elveszik, bocsánat, jó, hát nyilván én se úgy vagyok, hogy már minden nap. Mert hogy mi a buli? Tehát a buli az, amikor jól érezzük magunkat, és összekapcsolódunk Istennel. Tehát abban a pillanatban, amikor te elmész és táncolsz, és nem csak azért táncolsz, hogy mindenki téged nézze, hanem azért egyiválsz a zenével, és mozogsz, akkor is mindenki téged fog nézni, de akkor áramlik az energia, jön be, jön lentről, jön föntről, és dübörög minden. És minden úgy történik, ahogy történnie kell, mert kapcsolódtál. Ugye a jogának is ez a lényege, hogy összekapcsolódni a legfelsőbbel. És ha össze tudunk kapcsolódni a legfelsőbbel, akkor az a célunk, hogy ezt az összekapcsolódást ezt meg tudjuk tenni bármikor. Az élet bármilyen feladata közben, sétálás közben, munka közben, tánc közben. És ez egy másfajta élet. És ez az kell, hogy a darmádat, az életfeladatodat hajtsad végre, mert ha nem azt érzed a munkád során, amiből élsz, hogy téged az boldoggá tesz, akkor frusztrált leszel, és amikor frusztrált vagy, ezt a frusztrációt ki kell adnod magadból, és ezt a családod, a szeretteid fogják bánni, a barátaid fogják bánni, és vagy bárki más,
És erre a frusztrációra, erre a félelemre, erre épül a jelenlegi rendszer, a kapitalizmus. Ezért megy a médiában mindig a félelemben tartás. Az emberektől elveszik az önálló gondolkodást, az önállónak lenni akarást, és elhitetik velük, hogy az orvos a jó szakma, meg a jogász a jó szakma, meg a focista, úristen, focisták, érted? Tehát, hogy a focistákat imádjuk. Ez hogy? Tehát a világ legbutább játéka. Tudom, hogy most sokan biztos szeretitek a focit, de most tényleg, tehát egy lemészárolt állatoknak a bőrét összevarják, azt főfújják levegővel, az 22 ember szaladgálott össze-vissza, és milliókat keresnek és néznek ezzel. Ez nem fér be az agyamba, úgyhogy apukám válogatott focista volt, de ez ilyen, jaj, nem áll, de most tényleg. Tehát, hogy jó a foci, én is szeretek focizni, tök jó focizni, fejleszt egy csomó mindent, de a harcművészet még jobb. Tehát egy harcművész tud focizni, de egy focista nem biztos, hogy tud verekedni, meg harcművészkedni. És most béke van, de vajon meddig? Addig, amíg a csippet beléd nem akarják erőszakkal tenni? Vagy addig, amíg van munkád? Vagy addig, amíg van ennivalód? Mert aztán, ha jön egy krízis helyzet, és kikapcsolják a gázt, a villanyt, vagy egész egyszerűen lekapcsolják az áramot, vagy eltűnik a boltokból a kaja, mert valaki fölvásárolja, akkor az emberek elkezdenek éhezni. A világon tanulmányozták ezeket a krízis helyzeteket, hogy amikor valahol mondjuk egy egész országban lekapcsolták a közellátást, és mondjuk a boltokból elfogyott az étel, akkor 3 nap volt az, amíg béke volt. Azért, mert az embereknek az otthonaikban átlagban 3 napi élelem volt. Ugye Amerikában volt egy-két helyen ilyen, vagy így nézték, és akkor mit tudom, lekapcsolják az áramot, és a Mirelit a fagyasztóból azonnal mindent meg kell zabálni, mert ugye minden olvad ki. És akkor meg kellett enni mindent, és ez 3 napig így tartott, és utána elfogyott a kaja, a boltban már nem volt, és amikor az emberek elkezdenek éhezni, hát akkor az egy csúnya helyzet. Tehát az éhes ember az agresszív. Én magamról tudom, tehát én is, ha nem eszek, akkor egyre agresszívabb leszek. És amikor szerzetes voltam ételosztáson, csináltunk karácsonyi ételosztást, és 1500 éhes embert kellett kordában tartani 5 embernek, mindig volt verekedés. Nem volt olyan karácsony, ne fújtunk volna a vér. Én szeretem. De ettől függetlenül inkább azt mondom, hogy ez egy tanítás volt nekem, hogy láthattam azt, hogy az éhes emberek azok bármire képesek. Tehát most tényleg nincs az apa vagy anya. Tehát most nem is arról beszélek, hogy te vagy éhes. Tehát, hogy mi jó, kibírod. Én is kibírom. Tudok éhezni 1 napig, 2 napig, 3 napig is majd talán, ha a fejróló adja a kegyét. És akkor... De amikor a gyerekedet látod éhezni, és a gyerekednek nem tudsz enni adni, és te is éhes vagy, akkor bekattansz. Akkor be fogsz kattanni, és kaptam egy dühös jelet valakitől, valakit fölharagítottam, wow, de jó, szia. Tehát amikor a gyereked lesz éhes, akkor mindent meg fogsz tenni, hogy a gyerekednek enni adjál. És akkor képes leszel arra, hogy bármit megtegyél, vagy ha te nem, akkor lehet, hogy majd a szomszéd. És ennek a koronavírusnak is ez az átka, vagy ennek a félelemben tartásnak, hogy nekünk nem a rendőrségtől, meg a kormánytól, meg a nem tudom én mitől kell félnünk, hanem a szomszédtól. Aki nem tudod, hogy mennyire van benne, mennyire haragszik azokra, akik nem hordanak maszkot, vagy mennyire gondolja azt, hogy te veszélyezteted az ő életét. Ez most egy ilyen rendszer, ez most egy ilyen háború lesz, ahol az történik, hogy föl kell az embernek ébrednie, neked is föl kell ébredni, nekem is föl kell ébredni, mindannyiunknak föl kell ébredni, és tegyetek félre élelmiszert, tényleg, bemész, veszel 20 kiló rizst, elteszed a rizs bármeddig eláll, csak sima vízzel is meg lehet csinálni, de a legegyszerűbb elkészíteni sóvíz és tűz, és az összes ásványi anyag minden benne van. Tehát legrosszabb esetben
még mindig tudsz valami ilyesmit enni, mert ha nem állítod, nem tudod előállítani a saját élelmiszeredet, akkor ha jön egy ilyen krízis helyzet, akkor könnyen fogsz félni. És amikor könnyen félsz, akkor könnyen erőszakos leszel. És valahol a kapita, vagy ennek a rendszernek ez is a, hogyan mondjam, ez is a módszere. Ez is a módszere, hogy félj. És amikor félsz, akkor bármire képes vagy. És ha éhes vagy, akkor jobban félsz. És ez az éhség, ez most nem feltétlenül pocak, meg ennivalóról szól. Ez az éhség, ez megnyilvánulhat bárhogy. Ez az éhség, ez megnyilvánulhat hatalom éhségben, ez az éhség megnyilvánulhat, mit tudom én, elismerés éhségben, ez az éhség megnyilvánulhat, szexuális, bármilyen formában megnyilvánulhat, amikor nem kapod meg, amihez hozzá vagy szokva. Amikor nem tudsz változtatni, mert annyira bele vagyunk kényelmesedve abba, hogy vége a melónak, a szar melónak, amit utálok csinálni, és utána hazamegyek végre, és befekszek a kanapéba, bekapcsolom a tévét, és nem kell semmit csinálni. De ez nem az élet. Ez nem az élet. Ez csak egy... Ez csak a rosszat próbálod kipihenni. Ez nem az a rendszer, amiben élned kell. Ez nem az a rendszer, ami, mert ha a darmádat teljesíted, akkor ha az életfeladatodat, a sorsfeladatodat dolgozod, akkor az feltölt. Tényleg. Tehát én amikor tanítok, vagy edzést tartok, vagy jogát, vagy bármit tanítok, engem az feltölt. Én most nem fáradok. Tegnap fönn voltam még egyik az esti közvetítés után, mert annyira... Jó érzés volt, hogy beszélhettem nektek, és a visszajelzések, amiket megkaptam, annyira köszönöm, hogy feltöltöttek. Nem azért, mert lájkok, meg valami, hanem azért, mert olyan emberek kerültek elő, akikkel 10 éve ismerkedtem, és az, hú, de jó, hogy ilyenekről beszélsz, és hú, de jó, köszönöm, vagy írtak emberek, hogy annyira összeállt nekik a kép egy-egy bizonyos dologról, hogy engem ez tölt föl. De például szeretek edzeni is, és amikor edzek, és akkor... elfáradok, akkor az is feltölt. És amikor a darmádat hajtod végre, akkor nem úgy mész az, hogy de rossz nekem, vége van mindenek, hanem úgy mész, hogy de jó, wow, de jó, hazaértem a munkából, mit lehet még itthon is csinálni? Hogyan tudom még a családomat is boldogítani? Nem úgy, hogy na, én szarult a munka, hagyjál békén, inkább iszok egy sört, meg meccset nézek, mert pocit szeretem, érte. Tehát, hogy így nem lehet élni. Ennek a rendszernek ez a titka, hogy a tévé meg a média nem csak a félelmet ülteti beléd, hanem ugye itt van ez a Netflix, vagy itt vannak ezek a sorozatok, amiben már olyan csavarok, meg olyan érzelmi manipulációk mennek, hogy már amikor ott áll melletted a párod, vagy a gyereked, az már így nem is érdekel, mert már meg sem érint, mert egész egyszerűen olyan magas szintű összeesküvések, meg mit tudom én, milyen történeteket nézel, amik mind kitalált történetek, tehát semmi közük a valósághoz. Vagy nem túl sok. Hogy beleragadsz abba, és az lesz az inger küszöböd egy olyan magas szintre van vive, hogy a sima élet már nem tesz boldoggá. Hogy amikor az öreg nénit át kell kísérni a zebrán, az már észre se veszed. Hogy ott áll szegény, azt nem mer elindulni a zöldön, mert nem ér át. Mert még csak a felénél fog tartani, ha egyedül megy, és már pirosan fog villogni a lámpa, és dudálni fognak neki az autók, és nem mer elindulni. És nem veszed észre, mert senki nem mondta el, hogy az öreg néni azért áll ott a lámpánál, mert várja, hogy valaki átkísérje. És nagyon sok ilyen van. Vagy visz valaki egy csomagot az utcán, és leejtít, és te elmész mellette. Vagy áll az öreg néni a mozgó lépcsőn, és nem kíséred föl. Mert nem veszed észre. Mert az inger küszöböd azzal van elfoglalva, hogy telefon, azzal van elfoglalva, hogy jaj, hány lájkot kaptam, jaj Istenem, azzal van elfoglalva, hogy mi lesz, hogy lesz munka, mi fog tört, mi lesz a sorozatban, hazaérek a következő trónokharcára, vagy eszmeraldára, és várod a következőt, hogy úristen, mi lesz, és nem ott vagy az ittben és a mostban, a jelenben, hanem abban vagy, hogy mi van, mi lesz a médiában. És ez a háború. Ez a háború,
hogy a jövőbe vagy a múltba löknek. És nem az ittben és a mostban vagy, és saját magadban kell ezt a harcot megvívnod magadban. Ezt a harcot, ezt saját magadban kell úgy elérned, hogy észre merjed venni azt, hogy az embereknek szüksége van-e rád, hogy hasznos, amit csinálsz. Mert ha nem a darmádat teljesíted, akkor gyakran érezheted úgy, hogy nem vagy fontos, vagy nem kell ez senkinek, vagy a munkádnak nincs értelme, vagy a tevékenységeidnek nincsen jövője, vagy értelmetlen, amit csinálsz. És akkor az egyetlen boldogságot, hogy hétvégén elmész, leiszod magad azt, vagy beszívsz, vagy bedrogozol, vagy akármi, és nem tudsz tisztán boldog lenni. Nem tudsz tisztán táncolni, nem mersz tisztán énekelni. Ez a háború, ez zajlik most. Ez a kasztoknak a harca. Hogy te ne is tudd azt, hogy te melyik kasztba tartozol, ne is gondolkodjál ilyeneken. Ne is gondolkodj azon, hogy hogyan tudnál boldogabb lenni, hogyan tudnál segíteni. Hogyan tudnád megtalálni azt a valakit, akit a tényleg vagy. Mert aztán ugye akkor jönnek ezek az önmegvalósító tanfolyamok, és az amitől mindenki azt mondja, hogy simogatják a fejedet, hogy jó, van aranyos vagy, de jó, igen, te is ügyes vagy, és a többi. De az önmegvalósítás az nem egy rózsaszín dolog. Az önmegvalósítás az egy olyan dolog, ahol elmondják, hogy miért vagy hülye. És ezzel szembesülni fogsz te is. Ahol a guru csak arról beszél, vagy a tanító arról beszél, hogy milyen jó, meg milyen frankó vagy, csak fizess be nekem a tanfolyamnak a díját, én adom neked az oklevelet. Az átverés, gyerekek, az egy nagyon nagy átverés. Azért beszélek erről, mert rengeteg ilyen van most. Megkapod a fekete övet, megkapod a diplomát, megkapod a nem tudom én micsodát, elvégzed az ilyen kurzust, megkapod a hú, de hanyas, nem tudom én mi vagyok, milyen szinten vagyok. Azt hazamész, azt visszamész a szar munkádba, meg a szar életedbe, mert valódi változás nem történt az életedbe, hiszen ezeknek az önmegvalósító rendszereknek, vagy tanfolyamoknak, vagy cégeknek, mert hogy erről beszélünk, vallásoknak, ezek cégek, nem az az érdeke, hogy te tényleg fejlődjél, hogy te tényleg egy guruvá válj, egy szolgává, egy mesterré váljál, hanem nekik az az érdekük, hogy járja, gyere, 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 fizessé, fizessé, fizessé. Tedd be a pénzt, és minél tovább jár, és csak így csöpögtetik az információt, hogy azért mindig kapjál valamit, bocsánat, amitől azt érzed, hogy egyre jobb vagy, egyre többet tudsz, vagy azt érezheted, hogy fejlődsz, de valódi változás nem történik meg az életedben, hiszen nem kapsz egy akkora lendületet, hogy új dolgokat csináljál. Ha eddig nem gyújtottál tüzet, akkor tüzet gyújtsál. Ha eddig nem kapáltál, akkor kapáljál. Tehát mindig a változás az, ami az igazi fejlődést hozza az életünkbe. Változtatni kell, át kell rendezni a lakást. Ha nem szeretsz otthon lenni, költözz el, de ha nem tudsz elköltözni, akkor rendezd át a lakást. Tedd át a fotelt ide, a izét oda. Ez nagyon egyszerű, nagyon könnyű. Takaríts ki. Az is egy ilyen dolog. Nagyon sok ilyen apró módszer. Változtass a szokásaidon. Fürödjél meg reggel, amikor fölkelsz. Ez a legszebb. Te tényleg fölébredsz és fürdesz. Nem, fölébredsz, lenyomsz 20 fekvőtámaszt, és mész fürödni. Beállsz a hideg víz, nem kell kávé. De ha fölkelsz és kávé kell, akkor drogozol. Reggel fölkelsz, és már ezért kábítószerre, vagy élénkítőszerre, tudatmódosítószerre van szükséged, hogy elbírd viselni a saját életedet. Ami nincs rendben, ami nem természetes, ami nem a darmád. De ha fölkelsz, lezuhanyzol, akkor garantálom, hogy fölébredsz. Sőt, egy olyan új szinten kezdődik a napod, hogy nem tudod elképzelni. Kezd el használni mind a két agyféltekédet. Táncolj jobbra is, táncolj balra is. Jogát, csinálj joga ászanát balra is, csinálj ugyanazt az ászanát, csinálj meg jobbra is. Ugye ezen múlik egy hiteles rendszer. Harcművészet is akkor hiteles, ha minden van két oldalra. A jóga is akkor hiteles, ha minden van két oldalra. Minden akkor jó, vagy ér valamit, test szintjén, önmegvalósítás szintjén, ha jobbra is van, meg balra is. Meg kell tanulni így is, meg kell tanulni úgy is. Ez a belső gyermeked, erről is beszéltem már valamelyik videóban. De hogy ezt is elfelejtettük, mert nem kell ezzel se foglalkoznod, mert a kereskedőknek az a lényeg, hogy te jobb kézzel tudjál bandázsolni napi 8 órát, azt mennyi haza, azt felejtsd el.
hogy nem fontos a két agyfélteke, nem fontos a két oldalasság, nem, az a fontos, hogy együgyű legyél egyoldalú, és megtanulja egy kézzel valamit csinálni, és akkor már megkapod rá a diplomát, meg a fekete övet, és akkor már, és akkor ha egy oldalra csinálod, akkor már el tudsz jönni a gyárba dolgozni, akkor már be tudsz állni a sorba, és akkor már profi vagy. És ez nem kérdezi meg senki, hogy is mi van a másik oldal, mi van a másik agyféltekével, mi van a másik szinttel, hogyan fogom így harmóniába megtalálni magamat, hogyan fogok így belekerülni. Na ez a kasztok háborúja. Az a kasztok háborúja, hogy a kapitalizmusban nincsen szükség úgymond harcosokra, satriákra, és nincsen szükség tanítókra, csak annyira, hogy a tanító éppen annyit tanítson meg az embereknek, hogy jó dolgozó, jó munkások legyenek. És ha valaki véletlenül egy kicsit több, akkor visszahúzzák a többiek. Ha nem tudják visszahúzni a többiek, akkor nagy nehezen ki lehet emelkedni a tömegből, de sajnos ez még kevés, és ebből még nem lesz valódi aranykor. A valódi aranykor az akkor következik be, mondom, amikor létrehozzuk ezt a társadalmat emellett, ami már így működik, mint ahogy az aranykorban működnie kéne. Ezért építem a jurtát, ahova tudsz te is jönni, bárki, bármikor szertartást tartani, feldolgozni, dolgozni, enni, inni. És minél több ilyet, tehát nem egyet, hanem egy egészre, minden faluba akarok ilyet, minden városba legyen, minden város, falu mellett legyen egy ilyen jurta, ahol él egy olyan ember, aki ezt föntartja, aki ezt mozogtatja. Most ezt először Pest mellett próbáljuk meg megcsinálni. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Én most ezt érzem a darmámnak. hogy ebbe, meg ezért beszélek is erről, hogy ezt az aranykort, amiről tegnap beszéltem, ezt meg tudjuk nyilvánítani, és ezt közösen fogjuk tudni megnyilvánítani, úgyhogy részt veszel benne. Úgyhogy eljössz, dolgozol magadon, és utána elmész máshova is, ott is megtanulod, és mindenhol ezeket az eszméket, ezeket az értékeket hirdeted. És mert ez csak rajtad múlik, ez csak te rajtad múlik, vagy hogy meghallgatod-e másoknak a szidalmazásait. Senki máson nem múlik az, hogy mi fog azzal történni, hogy hogyan éled le az életedet. Úgy éled le az életedet, hogy örökkő azon aggódsz, hogy mit szólnak hozzá mások. Ja, mert ez nem lesz könnyű. Hát ezért mindenki hülyének fog nézni. Hát ha elkezded végrehajtani az életfeladatodat, a sorsfeladatodat, akkor az lesz az első, hogy a munkatársaid, a családod, a mindenki, ha ők nem ezzel foglalkoznak, akkor hülyének fognak nézni. Kiröhögnek, gyaláznak, erről fog szólni az életed, és ezt megint el kell viselni, sőt, elég erősnek kell ehhez lenni, hogy a többiekkel tudd ezt magadban támogatni, hogy de igen, én most igen, ott volt a jó állásom, és jogász voltam, és most táncos nő leszek. Tehát ez egy ilyen elképzelhetetlen végrehajtás. Vagy nagyon sokan úgy képzelik el a spirituális életet, hogy először létrehozunk magunknak egy jó egzisztenciát, egy biztos jövedelmet, és akkor majd utána önmegvalósítunk. De hát mi az a biztos jövedelem? Mi az, ami biztos ma, főleg ebben a rendszerben, ahol most éppen karantén van, és éppen a legtöbb vállalkozást becsődöl, meg a legtöbb munkahelyet becsukják. Tehát, hogy mi a biztos? Mi az, ami eddig működött, az nem fog ezután működni. Aki fél ettől, aki fél a változástól, az ebben a rettegésben fogja eltölteni az életét, és ez a félelem, ez megkeseríti annyira a szívét, hogy azokat fogja bántani, meg támadni, akik önmegvalósítanak. Lehet, hogy pont téged, mert ő meg frusztrált, mert ő meg ezt nem hallotta, ezt a leckét, vagy nem fogta föl. Majd már a hangomnál, amikor énekeltem, már ott lekapcsoltam el hamis. És azt mondja, hogy figyelj, ez hülyeség, meg ez bolond vagy. Hát nekem nagyon sokan mondták, meg mondják a mai napig. Hát külön rajongói oldalt csináltak nekem, utálom. Már hogy én az, hogy van rajongói oldalom, de ha ezt teszi boldoggá, hát ez ettől élve, ez az élete, hogy szerelmes belém, és gyalázni szeret, hát akkor csinálja. Az már rosszabbul esik egy kicsit, hogy...
hogy állni, hogy az én nevembe olyan dolgokat ír meg, mond, amiket én nem mondanék soha, vagy nem is tennék soha, vagy úgy beszél emberekkel, levelez, úgy levelez emberekkel, hogy ilyen alpári stílusban, hogy kinyílik a zsebükben a bicska, és azok azt gondolják, hogy az én vagyok. De hát nem én vagyok. Mit számít ez, ez a lényeg? Múltkor fölhívott egy srác, és nagyon dühös volt. Mondtam neki, hogy figyelj, ezt egy ellenségem csinálta ezt az oldalt, és ott kötözködik veled. És nem tudta betiltani a Facebook, se képzeljétek el. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy hagyom, és tök jó, hadd menjen, mert ott is csak a videók vannak, meg ott is a minden van. És volt már olyan nem egy ember, aki ott talált meg, és onnan hívott föl, hogy várjál, te nem is vagy olyan hülye. Hát gigézek a barmok, miért csinálják? Tök jó dolgokat csinálsz. Tehát, hogy igazából mindenhol terjedhetnek a dolgok. De ezt azért mesélem, mert ezen te is át fogsz menni, ha önmegvalósítasz, ha az aranykorba akarsz lépni, és részt veszel a kasztok háborújában, és nem a vesztes oldalon szeretnél lenni, hanem meg akarod találni azt, hogy ki vagy te, mi a darmád, hogy kikerülj a rendszerből, hogy egy újat hozzunk létre, akkor ezen te is át fogsz menni. Bántani fognak majd, lenézni fognak majd, gyalázni fognak majd, kötözködni fognak majd veled, mert a rabszolgák, az együgyűek, akik egy dolgot képesek csak csinálni egyszerre, és el se tudják képzelni azt, hogy valaki megtátosodjon, és egyszerre legyen jógi, harcművész, rejkis, pap, szerzetes, tanító, diák, mester, tanítvány. Ó, én nem vagyok mester, de majd az leszek egy nap. Tehát azon vagyok. Ezt az együgyűek el sem tudják, föl sem tudják fogni, mert ülnek a tévé előtt, és nézik a tévét. Lesik a tévét, olvassák az újságot, és annyi félelem van a szívükben, hogy rettegnek, és ez a rettegés, ez különböző gyalázatos tettekre hajtja őket, vagy készteti őket, arra készteti őket, hogy azok, akik boldogok, és akik önmegvalósítottak, vagy arra mefele mennek, azokat megpróbálják így visszarángatni. De ez csak az elején van, hogy vissza tudnak rángatni, a támadás az végig van. De egy idő után már nem fog érdekelni. Egy idő után már nem foglalkozva ezekkel, mert nincs erejük fölötte. De amíg azzal vagy elfoglalva, hogy mások mit mondanak rólad, addig rettenetesen fog szenvedni attól, hogy Úristen mit mondanak, hogy Úristen mit csinálnak, hogy Úristen mit gondolnak. De ez nem fontos, hiszen az ittben és a mostban nincs jelen ez az életben. Tehát a legfontosabb, hogy nem az interneten dől van az igazság. Az igazság az ott van körülötted, ahol vagy, ahol most körülnézel, az a te igazságod, az a te életed, az a te világod. Abban vagy. Ide mondhatsz bármit, beírhatsz bármit, azok csak szavak. A tettek fogják mindig eldönteni azt, hogy igazából ki vagy te. És a tetteid azok pedig azt határozzák meg, hogy hova szeretnél eljutni. Ha a tetteidet azért csinálod, hogy én, nekem, engem, enyém, akkor az ego, és ebből szenvedés lesz. Viszont ha a tetteidet azért hajtod végre, hogy az ősten, az Isten boldog legyen, és ő elégedett legyen veled, és de jó, önzetlenül, akkor annak nincsen visszahatása, azután nincsen karma. Ugye, mert a karma az anyagi tettekből jön. Ha okozol valakinek valamit, vagy csinálsz valamit, akkor lesz egy visszahatása. De ezeket a tetteidet össze tudod kapcsolni a legfelsőbbel, az Istennel, akkor az történik, hogy nem fogsz érte rossz karmát kapni. És ez a karma nélkülivé válás, ez jó, ez necces, mert ugye amíg testben vagyunk, addig van karmánk, hiszen ez a test is csak a karma, igaz? Szóval nyomsz fekvő támasz, lesznek izmaid, ha nem nyomsz fekvő támasz, nem lesznek izmaid. Ha eszel rendesen, erős leszel, ha nem eszel rendesen, akkor lefogysz. Igaz? Tehát a fogyókúra is tök egyszerű, csak nem kell enni. Csinálj egy 21 napos lébőt kúrát, és tudd, hogy leadsz 10-20 kilót. Nem attól fogsz leadni 10-20 kilót, hogy beszedsz valamit, meg elmész valakihez. Nem, attól nem eszel, nem zabálsz annyit. Ez a mohóság. És ez tök egyszerű dolog. És akkor még ráedzel, akkor lesz egy új világod, egy új tested.
És ha még hozzáolvasol, akkor egy lesznek új gondolataid, lesz egy jó szellemed, és ha megtanulsz érezni, akkor lesz egy jó lelked. És mi nem akarsz szenvedést okozni másoknak, hanem jót akarsz az egész világnak. Nem leszel irigy másnak a boldogságától, és nem fog ráthatni másnak az irigysége, amikor a te boldogságodat. Mert ez karma, tehát hogy csak addig zavar másoknak a véleménye, amíg te is megfogalmazol kritizáló véleményeket másokkal szemben. És ez fontos, hogy reálisan lássál dolgokat, de amikor valakinek arról szól az élet, hogy minden csak lefikáz, meg leszól, hobbiszerűen, akkor ő egy rabszolga, ő egy sudra, ez a sudráknak a velejárója, a legalacsonyabb kaszt. Ha te szeretnél boldog lenni, és a kasztok háborújából győztesen átlépni az aranykorba, akkor ezen fölül kell emelkedni. Megnézem most, mennyi az idő. Megint sokat pofáztam, bocsánat. Fél tíz van. Remélem, hogy ez a mai beszélgetés is, vagy beszéd is hasznos volt. Ebben most lehet, hogy nem volt annyi új információ. De szerettem volna elmondani, hogy én hogyan küzdök így az aranykorért, hogy én hogyan teszem ezt, és hát ide jutottam, hogy nem akarok részt venni a kapitalizmusban, hanem egy új világban szeretnék részt venni. Ezért egy Isten sátrat, egy jurtát szeretnék építeni, ahova várlak téged is, meg azokat az embereket is, akiknek jó szíve van, akik áldást szeretnek osztani átkozás helyett, akik dicséretet szeretnek adni szidalmazás helyett, akik örülnek más boldogságának és sikerének, nem pedig irigyek miatta. Mert az aranykorban ilyen embereknek kell összegyűlnünk. És akkor mi tudunk egymásnak segíteni, tudunk együtt egy új világot építeni. És amikor elég sokan leszünk, akkor majd az a rendszer mellett, az, ami most van, az elavult lesz. És mindenki át akar majd lépni. Ez a helyzet. És ezt se én mondtam, hanem a Sepsi Olivér barátom. Látom, Ili anyukája is itt van. És ez egy nagyon-nagyon jó gondolat volt, amit akkor beültetett az agyamba, és nagyon elgondolkodtam rajta, és annyira igaz, hogy igazából ezt tettem az életemnek a részévé. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma meghallgattatok, hogy velem tartottatok, hogy velem nevettetek, hogy szívecskéztétek. Fönn fogom ezt is hagyni, illetve a YouTube-ra is föl fog kerülni. És ma fogalmam sincs, hogy milyen nap van. Ma péntek volt talán. Holnap, szombat meg vasárnap, holnap az életemet fogom folytatni, ugyanígy este 8-tól. Ugye az első két rész, az már fönt van, és szombaton valószínűleg nem fogom tudni befejezni holnap is így 2 óra alatt, de hogy holnap, ha van kedvetek, tartsatok velem, és hallgassátok meg az életemet, amiről beszélni fogok, hogy miért érzem magamat felhatalmazva arra, hogy én táltos vagyok, hogy jurtát építek, Isten sátrat, oltárt állítok, szent tüzet gyújtok, hogy szertartásokat tartok, hogy mi az a tűz, ami lobog bennem, és ez honnan van, és miért van, akkor erről fogok beszélni. Jó, köszönöm szépen, áldás nektek, sziasztok, jó ét!